Na, üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Közben elfelejtettem a Facebookon elindítani a streamet, de most megnyitottam, most már látom, hogy írtuk meg egyebeket is. De valami nem kóser, miért nem jó? Valami nem jó. Na, még egyszer akkor. Bezárjuk. Nem látom az egész csetet valamiért. Na, még egyszer, így. Most megnyitjuk. Így, és most már jó is lesz. Na, mindjárt más. Na, üdvözlöm akkor megjelenteket, itt van Horváth Tamás, Helmec úr, mint szponzor, és Gyertfoid, mint szponzor. Kaptok gyorsan szponzorok zenét, és nagyon gyorsan, mert várnak a klasszikon. Köszönöm, két ilyen emberi időre hétkeznek, ez az ötben egyébként, amit lesz, és azt mondjuk az emberek csinálni. Nagy vonalakban, de aztán majd betársulnak is. Ők is valamit vagy vállalni fognak a vasút előre haladásnak ügyében. Közben üdvözlöm még Darányi urat is, meg Mónikát is, mint szponzorokat. Nektek mindjárt ti is kaptok zenét. Nagyjából utolértem magam közben, gyertfőr hajrá vonatokkal, csak figyelmesen, nehogy baleset legyen. Nem, balesete nem lehet. Baleset az kizárt. A biztosító berendezések is, az jól képzett szakemberek ezt nem teszik lehetővé. Na, kaptok még zenét, aztán így aztán... Vágány tengely jön haladva. Megfoglalkos, hogy összmette el a vonatot szerezni, nem tudom, sikerül-e. Nem tudom, hányan vannak benne, meg hogy állnak a vonatok, majd kiderül. Aztán ha sikerül, ha nem, akkor meg sajnos nem jön össze a számítás közben. Hol vannak a zenéket? Keresünk. Denzel most. Zoltán, köszönöm szépen a megosztást. És üdvözöllek közben persze. Na nézzük. Gyorsan megcsípjük a magyar szervet. Most úgy látom, hogy viszonylag vannak fönn sokan. 5 mozdulatú, meg 6 forgalmász, ez nagyon jó. Megnézzük, hogy itt a végén szoktak lenni ilyen durva teherronatok. A délután sikerült egy elcsípnem. Hát, nem tudom. Ez egy jó egy óra van még hátra. Ha elfogadsz egy tanácsot, akkor érdemes a térképen megnézni. Azt nézem. Mivel megvan nyitva a közben a térképen is. 42-46-as, az van még 2 óra. És hát azt nem tudom, hogy hol van, de ez egy Trax mozdony, meg nem tudom, mi van mögöttél, karbó, az biztos. De ez a 60-40-42, talán ezt vittem múltkor, ebben már csak 1 óra van, hát ahol jó éjszakon lehet. De mennézik a térképen, hogy az a baj, itt nem látok tervonatot. Pontosabban van egy ótvar mozdonyos. Ezek meg személyvonatok. Ez is volt varmozzanyos. Hát ugye menjék azzal kész. Az már szerintem éjszakon van, mert alapvetően hány órások ezek. Te elmondhatok fel, tudja mi? Hát ez attól függ. Mert ez van még szerintem majd. Hát megnézzük ezt a 2 órás, itt megnézzük. Belenézzük, az a biztos. Na, szervusz közben Máté, Fortnite, ez nem Fortnite. Szervusz Bölcsök is, rüzzel. Ingyen van természetesen miután megvetted. De nem kell vele fizetni, utána nem kell hozzá... Nem kell elkölteni, miért lenne ingyenes? Mondjuk lehet, hogy vannak olyan ingyen, de a Fortnite igen, bocsánat, a Fortnite az ingyenes, de nem azt kérdezett, gondolom. Na, ugye megnézzük, hogy állunk, de hangos a fülesen, hogy nektek nem hangos az egész, nem? Hol vagyunk akkor? Julius, Dorota, az hol a fenében van? Melyik oldalon van? 50 nem megy, úgyhogy valószínűleg nem azon a vonalon. Megnézzük, hogy most már berakott elméletileg. Nem látom az avataromat sehol. Itt vagyok, az a déli vonalon. Déli vonalon megy. Sajna, akkor nézzük a másikat. Bár az se rossz, csak itt nincsenek ugye diszpécserek. Hát vagy menjük személyvonattal legfeljebb. Kész. Meg. Csak tervonattal, ugye nem mostanában, nem nagyon mentem. Szóval magyar. Eltekerte. Hol a magyar? Itt a. És egész sokan vannak benne.
58, és hát ebből nem sok van már hátra. Ez izé, ez a gépmenet. Ez közben eltűnt. Hát, hogy visszakör az elejére valahova. Hát, hogy nézzük, akkor ezt ebben már csak fél óra van hátra, de hátra tudok kapom, hogy egy másik vonatot. Szerusz Bakter, üdvözöl, lehet megy meg a játék 35 euró, vagy 34, így valahogy. Szerusz Kovács László, üdvözöl, lehet kicsit hangos a játék. Na, majd mindjárt neki. A zene az nem, mert párhuzamos, azt hiszem az is hangos. Mert följebb van, mint szokott lenni. Na, mindjárt állítok rajta. Azt mondja, a zenét azt... Az nincs, nem hangos, szerintem az is hangosabbra véve. Ezek a voice-át mindjárt kontrolláljuk. Sound. Így jobb lesz. Oké. Okay. A vonatban ülsz hangos, hát persze, hogy hangos. Na, akkor ez hol van? 30-al megy. Úristen, ez se jó. Na, itt vagyok ma a végén. Jó, mindegy, akkor lesz egy személy vonat lesz ebből. Aztán majd később, hogyha lesz rá lehetőség, akkor elcsípek valami tehervonatot. Délután az nagyon tetszett az a vonat. Miért kemezzem az anyja? Most nem az a... Traxos az jó volt. Jó, megyünk szerint vonattal akkor. Mivel nincs, nem most sok van hátra. Hogy ezzel én nem most elmentem, csak ezt megosítom, hogy kell vezetni, de mondjam, megtanuljuk. Jó, ez van valami fél óra. Gyorsan megnézzük a kezelőszerveket. Ajtó az hol van? Mondjuk, nem mutatja. A fémegszakító valószínűleg végsőt, áramszorítanak az ajtók. Melyik gomba a kezelő szerintem ugyanúgy működik. Jó, nézzük akkor. Mondja, hogy át kell haladnom a lézin. Ahogy nem lett ki, itt egy lézin, és akkor vörös jelző van 2 kilométerre. Jó, le kéne kapcsolni a fémegszakítót. Ez melyik? A pantográf. Ez az close open. Szerbuszból, hát elég régen, mit nem mondjak. Szervusz, Zsunkú úr, üdvözlök, mint szponzor! Látom, nincsen. Most ezt végezz, mert kapom a gyorshajtást. Ezt még meg kell tanulnom, mert ennek a kezelését úgy látszik. Nyitva volt a főmérszakító, de miért nyitva? Na, gyerünk! De akkor semmi. Na most mi a rágban van? Ez is kikapcsolt ki?
Háromszor van kompresszor, mi volt kikapcsolva? Egyből megy. Na gyerünk. A végén még késni fogunk. Két Dáviddal mi lesz? Milyen két Dáviddal? Küldtem zenét üzének Surány úrnak, téged mi nem bántalak, neked is, akkor küldök még egyszer zenét. Kevés eltaposott gyalogos, tehát nem, itt nem csak eltaposott gyalogos. Üdvözlöm akkor a szponzorokat. Ez driver. Jaj, elkapítottam a szépen. Ez driver meg szívesen látom ugye menni. Észrevettem közben írtál DC-t. Na, válaszolta is, hogy még nem látom, mert most ki van takarva. Na, VMAX átadás, úgyhogy gyerünk. Még ezzel bevírom elméletileg állítani azért. Tempomatot 120, most egy nem is olyan. Melyik az? Ezzel mit bírok állítani? Hát ezzel nem látom, hogyha ez csak az nem a tempomat. Na mindegy, akkor van valami cruise system. Köszönjük, Darányi úr! Közben zöldet kaptunk. Valaki írogat, írja. Lajos. Nem látja, hogy vezetek Lajos. Sőt, sötétedik. Megint éjszaka lesz a szerverem. Ja, ezek a lagok. Checkpointnál belagol neked is. Lesöpörjük a peront. 120-szal elpörkölünk. Ez se sok helyen áll, meg úgy nézem. Szervusz Csikós Gergő, üdvözöllek. Olyan mostanában el vagyok. Te befőtt az utasok, nem panaszkodnak, hogy nincs wifi. Van wifi. Kikérem magam. Szervusz Gál úr! Köszönöm szépen, te nem határoztad még el magad a játék mellett? Vagy nem tudom, hogy a hardware igénye mekkora, mégis nem néztem meg. De egyre jobban tetszik. Szervusz Puszegő, itt mi történik? Hát remélem, hogy semmi rendkívüli esemény nem lesz, csak leközlekedjük a vonatot időben. Hogy szakszerűen fejezem ki magam. Menetrendszerinti közlekedést próbálunk létrehozni. De ezzel nincs olyan nagy variáció ezzel a vonattal, mert ez Intercity, ez nem áll meg, csak ha nagyon muszáj. Áthalad mindenhol, itt is halad. Mi a 8 km múlva lesz egy állomás, ami haladni kell. De lassan végre szerintem ennek a futamnak. Kezd sötéten, szép ez a lemenő nap. Hogy ugye, nagyon borzasztó, hogy nagyon-nagyon jól néz ki minden. Pedig még nem is maximum a grafika, mert útkor levettem, nem így nem néztem utána, mi miatt lagol. De hát jó van ez így is. Streamen keresztül egyébként sem látszik, szerintem sokkal szebbnek, hogyha majd megpróbálom fölpakolni, valamit kikapcsolok, mert valamelyik ilyen shader meg ilyesmi szivatja a videókártyát. Gyere.
Megpróbál kicsit neközelebb egy űrletes nagy tehervonatot, mondjuk ott sincs nagy variáció megállásokkal, nem kell sokszor megállni, de jól néz ki, hogy mondjuk azt a kiúsi nézetre van szükség nyilván. Csak lassan sötétedni fog. Este van. Ugye ezt a játékot mert hogy régóta várok arra, hogy legyen egy vonatos játék, ami jó is, amiben van multi. Itt így gyakorlatilag jó, most tele van bottal, de már viszonylag, de gyakorlatilag 50, jelenleg 54 mozdonyvezető, meg 14 forgalmi szolgálattevő, vagy nevezik állomáskezelőnek, állomáskezelő végezhet-e munkát. Nyilván, hogyha nincs meg a létszám, akkor botokkal helyettesíti a szerver, de itt a kis térképen, ami itt van, csak nem bírom rávinni azért, rábírom itt, ez a kis térkép. Itt elméletileg látjátok azt, hogy hol vannak a vonatok, meg ahol hol vannak emberek. Tehát például ezen az állomáson magyar bakter nevezett úriember teljesít szolgálatot. Én meg nem tudom, hogy följebb vagyok, nem kerestem rá a vonatomra. Szerintem legalábbis, nem tudom, hogy hol vagyok pontosan. Ráfrissítettem az oldalt, mert már bekufereltem magát rendesen. Csak itt végezzünk. Itt vagyok. Éppen lézinél haladok. És itt, aki az előbb szembe jött, az például egy player volt. Nem bírja a gépen, minden jót írt, hogy neki nekem tetszik egyébként. Hát nem tudom, hogy mi a alja, meg nem a processzorom van a hangsúly szerintem a videókártyán, most az i5-ös, hát az szép és jó, de nem biztos, hogy az kell neki. Azt, hogy a Steam-en, úgyis a Steam-en van, ott érdemes megvenni, azt megbírod csinálni, megveszed, kipróbálod, hogyha nem jó, akkor visszakéred az árát, az kész. Az működik a Steam-en. Hogy nézel a streamet, az is működik. És az még ingyen is van ráadásul. Egyébként vannak olyan oldalak, ahol lehet gépet bérelni. Tehát gyakorlatilag havi díjat fizetsz, és akkor használsz hardvert. Halló, halló! Amik állomás kezelő jelentkezed be. Halló, halló! Na, a Szabinak megjavult a mikrofonja. Emlékszel, még ő volt az, aki állandóan lekezelte ugye a revezélyet, mert írt a csetre mindent. Ugye ez a forgalmajokból ide, meg oda, meg amoda, meg stb. Stb. Meg a menetén tartásra véget, ide, meg oda rakunk. Át. Itt volt a... Te 46-86-os Sosnyovel Grófiba. Kijáratot kapok? Szia, egy kicsi türelmet kérnék szépen, mert baszakszik, mindjárt csinálom. Rúgjál bele 2-3-at, aztán jó lesz. Jó lesz. Írjad a blokkosokat! Akkor nem csak nálam van Bisper hiba, jó van. Nem csak nálad, sajnos így. Na majd ez, amikor majd tel lesz a szerver, magyarokkal, meg magyar vonalakon, magyar mozdonyokkal megyünk, majd akkor lesz ez fain. Hát akkor sok sikert aztán. Gyere Biriád játszani, ne legyél szégyenlős, mert fiatalítok a hátadból. Azt tudom, hogy indulásra én készen állok, aztán várom a kérdést. Most csak Lengyelországban, két lengyel vonat, meg azoknak a ágazása itt ott részben, van egy delta rész, ami szerepel. Gyakorlatilag csak az van meg, de majd később lesz. Szerepel az egész térkép, egész európai térkép egyébként az online térképen, de majd valószínűleg, mivel lehet modolni, valószínűsítem, hogy majd a modellek
megcsinálják a járműparkot, meg a vágányhálózatot. Tehát gyakorlatilag most ez a Katowice mi van fölül? Az valami W is csak mindig elmegy, ugye rá, mindig engem közelít, rám közelít a... Meg ki van jelölve a vonatom, csak nem akarom elengedni. Úgyhogy most a lengyel forgalmi utasítás szerint kell közlekednünk. 46-86-ot keresem. Jutalmas a barátó Amerika, volt már belőle szivárogtatás. 46-86. Megelték. Hát persze, hát nyilván a... Hello, figyelj, nem igazán tudom, hogy itt mi történik. Mindjárt megpróbálok egy hívót kivarázsolni, hát az sikerült. De az, hogy magyar... Úgyhogy lehet, hogy megnéz, ha hívót kapsz. Az, hogy magyar szerver is van, az remélhetőleg... Mi a pontos probléma? Jellemzi, hogy hát a magyar történet. Vágányutat nem igazán akarja beállítani. És ha vártok, amúgy minden normálisan be van állítva. Igen. Hát az érdekes. Benzin felé amúgy a sárga nyilaska jobbra mutat? Az a baj, a biztosító bőrözés. Igen, nem azzal van a baj. Szervusz Paulik úr, üdvözöllek, mint szponzor. Ja, ja. Az a baj, hogy a biztosító bőrözéshez ott nincs igazából normális tutoriális. Tehát gyakorlatilag életesbe kell kipróbálni online szervelekkel, tehát multiban. És olyan bonyolult egyik másik, hogy még szerintem a szakoltott embereknek is gondot okoz, ha nem lengyelek, mert lengyel biztosító bőrözések vannak berakva. Próbáld neki állni. Lengyel biztosító benzinek vannak berakva, van ezzel a levegős fékmészet, még azt is kéne. Egy kicsit benéztem. Na, már meg. Nem baj. Kaptam egy pár mínusz pontot. Csak annyira voltam foglalva a csette, hogy nem figyeltem, hogy... Elvileg kaptál egy hívót, ezzel jó lesz. Szóval az a gond, hogy nagyon bonyolult, és mivel lengyel rövidítések köszönöm vannak szépen, berakva... Köszönöm szépen, nehéz, most nem is a vágnyőt beállítás alapvetően, hanem a... Köszönöm, és bocsánat a kellemetlenségek. Az oldás, meg a vág... A, sok Leti minden... Lesz, köszönöm. Olyan, amit nehéz rájönni. Valójában csak angolul és lengyelül jelenleg. Hát igen, csak én megnéztem azt a leírás, és csak lengyelül volt megírva. Nem tudom, hogy hol találtam meg angolul. Vagy valami honlapon akkor legfeljebb. Jó, nem majd később magyar vasútvonal... Ahogy lesz-e, Music úr lenne lehetőség, de hogy mivel lehet módolni, így szerintem úgyis neki fognak esni a magyarok és megcsinálják. Még lehet, hogy megint segítek a vírok majd valamikor. Hát, meg nem anyatóban jól csinálni. Hát küldi Discordon, mit csinált? Ja, oké. Szervusz Zoltán! Üdvözöllek, Zoli! 14.35-ös kis türelmedet szeretném kérni. Rendben. Ő is itt volt egész nap. A 46-86-os vörös jelzőt kaptam, ismertem. Itt van Best Driver úr. Best Driver úr. Rossz nevet Glovik, kiárata. Várjál, átbaszta vörösbe. De úgy látom, mit is az lesz a gondolom az RP-vel, hogy nem mindenki zállítja. Ilyenkor le kell pészékeznem. Úgyhogy ez már én előre elnézést kérek. Ha lengyelel találkozom, majd ezt neki. Na, ez hogy hirtelen átállítod egy ilyen. Az olyan lengyelen, hogy többen a másolom szoktam adámozni. Hirtelen átáll nekem egy vörös jelzőre, elpolni vészéket. Majdnem hangosabb, akkor okay, így vittam újra. Bocsánat, de egy idő után átváltja magát azon után vörösbe, úgyhogy mondod. Hát 40-es, végig a vonalon 40-es kijáratom van, szóval én 40-nel indultam el az állomásról, szóval lehet, hogy azért. Nem, az szokott lenni, hogy egy idő után átállítja magának vörösbe. Nem ez az akkor. Ja, értem. Oké. Okay. Yes.
Ja itt is, ja itt vagyok a problémában szerintem. Nem, mert Best Driver úr megy az állomáson. Best Driver úr, nem én, hogyha adnál nekem vágányutat. Meg bejáratot. Most ez melyik vágány? Nem különbözheti meg. Mindegy. De most erre jövök. De 46-86-os, haladok benzin felé, a valószínűleg a bejáratom vörös. Benzinbe intézem mindjárt, köszi. Azt jelenti, hogy náluk a hívója, ez is egyszer 20, egyszer 40, ha mindjárt mondja. Ja, most 40, de mindjárt 20-at fog kiírni. Nem, 40, jó. Mondjuk nálam úgy is megállsz. Igen, megállok, de ha bejáratom. Ah, most már jó, megvan. Oké, okay. Most már tudok haladni. Okay, én már egy évet tanulom a lengyelt, hát kell is hozzá szerintem idő. Legalább én hadd segítsem a ízői készés csökkentést, baszki. Tudja az ember eldönteni, mi a helyzet. Csak most fog tudni haladni 90-nál, vagy 100-nál. Na, kicsit túlfékeztem. Átváltottam levegőkre. Plusz 10 van rajta, tipikus lábos. Hogy áll föl. Na, nem baj. Nem késik, csak akkor megy, amikor fel. Körülbelül. Most ez hogy áll? Nem megy már, jó. A levegős fék kicsit lassabban old fel. Utána majd kiküldöm a tehervonatot. Azt a kettős, azt kérdezem. Szervusz, Viktor! Hát amúgy, hát tőlem amúgy is 25-kor megy, nem is nézsem, vagy hogy utána egy sem megy a Pendolino, azt hiszem egy 20 perc múlva. Ja. Abban 10, na teker neki, mert már plusz 11 van este. Na jó. Szervusz, para! Jó, oké, kiállok. Szervusz, Horváth Attila! Miért nem mész egy régi fajta vonattal, létsz, és ma egyek akkor azzal is, de most... Ideugrott egy utas! Na megint 20, mi a... De mitől 20, meg mitől 40 a lassú, a hívójelzésnél? Mondjátok már meg nekem, hogy mit nézek, hogy volt egy 20-as lassú ilyen tábla, csak nem vettem észre. Már meg 40, ebben komolyan mondom. Döntse már el, most miért 20, miért 40? Ezt a lengyeleknél meg kell kérdezni, hogy miért csinálja ezt. Hogy értik ezt? Nálunk hívójelzés 15, az csókolom. Nincs vele varia. Szántó Balázs, köszönöm a követést! Mentest, azt teperd neki. És tényleg autóarmozdonyan megyek, uraim. Mentem már vele valami. Megyek vissza, mert a többi vonatba. Széli kategóriájú, de. Oké. Okay. Hát sem én mentesed. Köszi, reméljük nem szarja össze magát a bizvért. A remény hangja utolja. Hát igen, ez az egyik.
14:35-ös itt benzin bejáratot megadtam, további eseménymentest. Szervusz Puskás Márton! Szervusz Balázs, hozzá szoktam volna farmingozni. Tegnap is volt szerintem, hogy tényleg nem volt. Nem, tényleg nem volt. Nem, mert még szikrosítem. De majdnem minden napon. Még mostanában egy kicsit talán kevesebbet lesz, mert ezt vonatozás ezt bevezetem szerintem. Több állandóra egy darabig. Pláne, hogyha majd fejlődik. De attól függetlenül lesz mondjam. Tegnap lehet, de akkor tegnap előtt volt. Mondjuk most ezután majd valószínűleg Green Hell lesz, mert úgy érnek rá az urak, aztán este meg hát nem tudom, streamelek elég, hogy alszok, mert holnap meló van. Még már ma napközben lefeküdtem, mert fájt a fejem, azt aludtam egy pár órát. Integettem egy Pendolino-nak. Lehet, hogy... Azaz, beengedtem a 14:35-ös tervének, úgyis adom. Lehet, hogy lesz kis idő még, de majd látom. Hát ez így nézhet, hogy olyan gyakran nem kell megállni, úgy látom. Áááá, Jeremy, Ben Bridet Jervent, a szponzor! Nike time? I don't know. Áááá, Medang Jeremy, Ben Bridet Jervent, a szponzor! Át kell raknom máshova Mike-nak a gyors gombját, mert úgy lehet, hogy a vészfény kezem van. Jaj, nekem megállunk. te megállsz nálam, vagy vörös a kijárat? Véletlenül láttam meg, mert streamelek és az egyik gyors gombra pont a vészfék van állítva, úgyhogy ezt majd át kell állítanom, úgyhogy csak véletlenül láttam meg, de már indulok. Ja, semmi gond, én kérek elnézést. 46-86-os, Dabrova, Gornica bejáratlan, most már erre, semmi. Oké, köszi. Lehet tudni, hogy egy hívóval jövök be? Lehet tudni, van valami gond? Máshogy nem tudlak beengedni, meg senkit se. Ja, értem. Rendben, köszönöm. A másik jelzem is vörös. Nem tudok behajtani az állomásra.
már ott van ott, úgyhogy azt várhatod. Ja, akkor már mindjárt a bot meg nem fogja magának megoldani, azt tudod. Na, de jó. De, úgyhogy adott. Megoldott? Persze, adott. Na, fasza, jó van. Amúgy nem értem, hogy miért, na mindjárt megyek én, amúgy megnézem én, hogy miért nem lehet ilyen időt adni. Mert én szerintem lehet ilyen 22-t Balázs. Lehet, hogy sokan nem tudják, hogy hogyan kell. Ott is pult van, vagy izé van, számítógép. Számítógép, és mind a kettőt amúgy tudom, hogy az össze, én az összes áramásnak a kezelését amúgy tudom. Szóval reteszeléstől hát, kezdve mind. Akinek jó vagy, én többé kevésbé, de eddig még nem vártam el senkit, úgyhogy. És hol van mechanikus berendezés, hogy reteszeléstől beszélsz? Hát a maga a VBL gombról beszélek én, az a reteszelés, az a, hogy én váltam a reteszelés irányát. Én azt olvastam, hogy ez reteszelésnek minősül. Annak én az útmutatóban én azt olvastam, hogy ez reteszelés irányát kell állni. Jaj, jaj, ott meg tapasztaltam is. Vagy mi a hivatalos megnevezése akkor a maga a digitális jeladókon? Na mi van? De lekattintottam róla. Egyébként mérve. Lezárásnak. Szervusz, Alec Roland, üdvözlök, mint szponzor! Jaj, de már... Nem fogok semmitem, hogy gyűjtősen semmit. Szóval... Fogokat erről majd át kell állítani, mert mindent ezzel kezdek ezen a játékon gyakorlatilag. Áthajtás van. Azt mondja, most kivel játszok? Hát igazából... A szerveren változó létszámú emberek vannak. A Discordon fecóval vagyok meg. Nem tudom, nem látom, hogy hányan vagyunk benne. Csak őt hallottam, most legutóbb megszólalni. A cél. Na, Katowice valószínűleg be nem sokára beérni. Hát, reméljük, Roland, nem lesz itt nagyon baleset, bár itt vágánytengelyben vannak utasok is sokszor, kicsit még nem kerek a játék ilyen szinten, de hát nagyon, nagyon korai hozzáférés még. Szinte napról napra javítják, meg frissítik. Szervusz, Annika! Üdvözöllek, mint szponzort! Csabi, na végre elkapom live-ot, nem visszanézem. Brutál a játék, szintén mellett előtt. Micsoda? Érted, hogy megveszem a live-ot. Már nem a szín, hogy a trénszín mellett elbújhat, hanem a trénszín múlvételen mellett, nem?
Vagy és úgy, így van. Ez nem túl izgalmas, hogy nem kell megállni sehol, de majd amikor minden állomáson emberek lesznek, az elvi kommunikáció azért tanulságos volt. Na este van fogalmazás, nem volt erősége. Na hát, fogalmazni mindig tudni kell, nem csak napszak függően. Szervusz, Bazi! Üdvözöllek! 41-36, bocsi, elfelejtettem már őket a állítani. Semmi gond. Vigyázz oda. A chatterban volna buszszimulátor szoktál, hát egyszer játszottam, de az nem volt jó. Tehát kell menni, kell Katowice-be kell megállni. Jó, mert kapok egy sárgát. Kíváncsi, hogy mi van mögötte, valószínűleg vörösbe. Hát, amire odélek, addigra eltűnik. Igen, vörös van. Előbb elkezdek fékezni, mert múltkor kicsit... Kevésbé fékezett, mint szerettem volna. De most már jó lesz. Most már csorgunk egy kicsit. Sárga, úgyhogy nem sietünk nagyon. Szerusz Kevin, üdvözöllek! Hát akkor ki is öltöztem hozzá. Magyar szerver, igen. Na ez a teher volt, ezt kéne elcsípnem. Ezt vittem a múltkor, remélem nincs benne senki. Nincs a fenét! Ellopták a vonatomat! Neked gyenge egy kicsit gépet hozzá? Tessék? Most az nehéz leszűrni, mikor hallok Discordról hangokat, nem mikor a játék cseten. Igen, ez a szar. Micsoda? Két fele figyelni. Ja. Vagy három fele. Felloptad el a vonatomat? Micsoda? Te loptad el a vonatomat? Én nem, én benzinbe irányítom. Interceptor, a fene pofáján. Ellopta a vonatomat. Azt akartam. Egy picivel később értem ide. Ki ez Interceptor 644? Ki kell csapni? Ez miféle masina? Micsoda masina? Látom gépmenet. Nálam áll 15 perc. Az gép? Ez nem gépmenet, itt van. Ja, bocs, teher van. Az, amiben menni akartam, az a millió... Nincs egy nyitott vagonnal. Figyelj, hozzám szerintem most van Katowice Závodicén. Szerintem hozzám beér 8 órára, egy 25 percet ott áll. Nem tudom, múltkor valami 35 plusszal mentem, mert valami nagyon laza menetrendje van. Papíron 15-et áll, de kitartjuk azt a 25-et, meg megnézzük, ki késik, azt elé engedem, jó volt. Hát, aki ugrik, úgy érted? A 644-0-42-es 20. Csak egy jön. Szerintem szoktam venni 34 FPS átlagban, hát... Még nem végleges, hogy a játék az így egy kicsikét olyan... nem optimalizált, úgyhogy lehet, hogy gépigényesebb, mint egyébként lenne. Hát, szerintem baszó lesz amúgy ez a játék. Most nem tudom, néztitek a izéket. Hát most gondolod, hogyha esetleg összehozzák azt, hogy akkor a szervereket csinálni, hogy gyakorlatilag a internacionális vonalakon minden, és akkor át lehet menni. Potenciál van benne, csak kérdés, hogy mekkora lesz az akarat. Hát figyelj most... Oké, Balázs. Ööö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 ö
És itt meg lehet már állni, hogy hol kell megállni. Itt Becin.
Látom az asztalon. Köszi, kezelem. Szia. Nem írtak neki, hogy meg kell állni, hogy meg lehet állni. 40-186. Megállunk, azt majd látjuk, hogy jó lesz. 42, hát akkor csak lájtosan fog bejáratot, azt majd kezelek neki kijáratot. Jó, király. 644-042. Most pont jó, akkor oké. Pont kiírta, akkor megérkeztünk. 644-042, nem is láttam ilyen. Vagy megyünk még tovább? Ja, nem lesz itt vége. Hogy lesz ez? Meg Katowice-ben nem végeztem, de itt már vége van. Valószínűleg menni kell még egy darabig, mi? Még legtöbbször. Felrodott a fék, komolyan az a mozdonyfék. Itt. Nem diszel, elmeled. Megnézzük azért, a fajta jelzi zoomolja. Megkattintok időszak, nem zoomolja. Milyen mozdonyok vannak itt, van két személy, van egy ótvár mozdonyos, de ez Eurocity, a személy van az. Na gyere, 40-100. Hát csak átengedted? Ja, ez nem te vagy. Az az állomáson, Katowicével. 44 és 45 kó megy, hók, egy perccel hamarabb van, nagyon jó. Azt nézem, ide lett óra kitéve lett. És 44 van. Én. Összehozott a raxos. 64, 40, 42, nem tudom mi van mögötte. Azt, az a vicc, hogy én azt egyébként én kiküldtem, baszki. Mit? A 644, 042. De és az mi volt mögötte, nem láttad? Azt hiszem izé, ne a faszomat, szenes kocsik. Az jó lesz, akkor az lesz a következő, beátruházom magam. Csak megvárom még ezt a másfél percet, valószínűleg tovább kell menni a vonalon, azt utána lesz vége. Pontosabban EAS kocsik, vagy volt-e benne szín, vagy nem, azt nem néztem. Mindegy, jó lesz az, csak nélkül, hogy főrét már vittem, hogy legyen valami nyitott kocsi is. Itt azt hittem egy nyugati darány, hát nincsen vége a pályának, úgyhogy nem nyugati. Azt nézem, hogy tőlem baszki, kiengedtem 25 korosztőt kilométert haladt, ez vicc. De ez bot, nem? Az bot, aha. De majd mindjárt kirúgom onnan, csak fejezzem be ezt a menetet. Ja, adtam neki kiáratot, jó, akkor könyvelem is. Nem tudom, mellettem ki van amúgy. 40-186 időben. Hívó. Faszom. Már kiül ezt a járművet, azért ez jól néz ki. 40-186-ot elküldtem, 46-37 nullás, elvileg jön mindjárt. Belülről nem néz ki brutálisan. Ki van Gornyicába? Ideért ez a kurva vonat. Én nem tudom, bazd meg, de hol van, hol nincs? Hát nem azért, de tehát kiküld a vörösse fehér hívóra, ő van nyitva a sorompó. Még nem csukja le az átjárat, csak a büdös életben nem fogja jelzőt állítani. Ja igen, igen, azért. Túl bonyolult még az a baj, hogy önök akik nem értenek hozzá. Abba egyet értek, 46-37, az kurva hamar ideért. 49, hát még itt állsz a kóbarátom, bejár azon. Ilyen mávosan bebújtunk. Gergő, ez még csak egy nagyon-nagyon demo, nagyon-nagyon örvészes beta teszt játék. Azt, hogy körül szerintem tolatás is lesz, nem tudom, bármit lehet. Ez egy olyan alapos, megszondázzák, hogy milyen, hogy működik, milyen visszajelzések vannak róla, mit szeretnének, mert biztos, hogy vannak ilyenek is. Aztán arra irányítják, amire akarják a játékot. Innentől bármit lehet, tehát ez alapja megvan. Innentől fogva... A határa még akár jegyvizsgálókat is lehet csinálni, de érted?
Bármit, tehát meg egy pénztárost, bármit meg lehet rakni, mindentől fogom. Ez kurva nagy, de jó az elképzelés amúgy. Micsoda? Egy vizsgáló? Hát... Ej, itt össze még blitzerők is lennek, még utasokon is lehet-e szimulálni a gyerekben. Figyelj, hogy azon gondolkodtam, hogyha már egy vasútársaság támogat egy ilyen projektet, potenciált vált benne, akkor biztos, hogy nem lehet szóval. De figyelj, tudod, hogy mi előnye származik, tehát mi a haszna a vasútársaságnak abból, hogy egy ilyen játékot támogat? A BKP-nak pölő, igen. Jó, tehát... Az, hogy gyakorlatilag az Magyarországon is óriási hiány van a mozdonyvezetőkben. Hát, és nagy hányan kervet kapnak hozzá? Várjál, hozzáteszem. Na, ismerősöm ma ment, közben csörög a telefon, benzínből. Ismerősöm ma ment ilyen, ez a tesztírás, bazd meg, és olyan fasság kérdéseket feltesznek, hogy ez valami hihetetlenül borzalmas. Ja, vissza kéne hívnom benzint. Ennek a kuvarnak a száma? Négy sok. 46. 644042? Nem mi? Azt félreteszem, és akkor a 4637-et küldöm neked 50-kor időbe. Ez a 644042 volt? Igen. Az már valahol. Ja. Most már jár. Jó, ugrok, már fölötted van valahol, de... Nem olyan sok van neki hátra, hogy elméletileg csak menjünk te. Jaj, bocsánat, tudom, mert melyik a gyótvar mozdonyjal is azután egy... Zavkovicé van. Aztán az volt itt, az volt. Csak most ezt a hosszú vonatot még világosban jó volna megnézni, arra jó, hogy tekereg a kitérőkön. Megnézzük, hogy mi van rajta. Aha. Üresizék. Nyitott kocsik, de ezt ilyet akartam. Elég hosszú is. Drága barátom, te hova na, akkor 50-nel, ez melyik volna? Ez 50-nel megy, biztos van, most mi lassú jelzés van, oké. Okay. Az még 49 korban az indulás. Oké, okay, most már átvettük. Alapvetően, hanyas ez a vonat? 80-as, akkor beállítjuk a jeladót 80-ra. 644-044 itt benzin, félre raknak a 3-ra, oké? Hát előre láthatólag egy fél órát fogsz állni alsó hangon, de lehet, hogy 40 perc is. 40-nek kéne menni, siessé. 80, jó? És örülni fog most nekem a csávon. És végkezünk. Abba biztos lehet. Hát figyelj, okay. Óra 50 van itt, van nálam az 25. A 8-ra be van állítva, jó, kiáratság, nyugi, a zöld. Nyugi, ami föntről jön, majd az is a gépmenet is előbb jön. Más nincs, megállni nem kell sehol, oké. Okay. Erre is képbe kerültem gyorsan. Hát, hol vagy te? Benzinben. Akkor 40. A teherút, ha beér az alulról a szenes, 40-et kaptunk, 40-esre, valószínűleg kitérőbe megyünk. Az meg 23-kor fog majd kimenni. Igen, ez angolon kitérőbe megy. Arra jó, az a hosszú. 12 perc késés van, termetünk. Valahol nagyon megfogták. Ja, látom, és abban jelenleg nincs ember. Lézi elcím. Kettes csatornán át kéne gyorsan dobni. Jó. 14133, meg LC-n átok van benne. Dobrom. Vagy én megunom az életemet, hallod? Ez a vonat, uraim, ez a vonat. De miféle? Ha nem az, de kiengedett hívóval. Gornyica, 20-szal mehetek. Ja, ezt adtad vissza? Okay, szinte úgy, hogy megütök a sokkom, hogy ja, értem, ezért... Kérdés, hogy visszaadni a botnak néha. Milliárd járt úgy, hogy volt egy megjegyzésem, hogy azért nem tudta beállítani. 644-044-ben járok, hogy megkaptad. Hogy nem tudtam beállítani, megnyújtott a sorompót. Igen, csak egy gyorsan végigkeztem. Sorompót le kell csukni. Ismerős, köszi. Vész vég, bot. Csak nyugodt ráérsz. Sajnos nem nagyon, mert holnap munka. Erre is van én a héten, Szabi. Jó, neked! Hát, hát, jó fizet a bort, de sok az agyhalat. Sajnos, az a baj, hogy mindenhol vannak bezők. Elattam felülti a 644-42-re. Igen. Az a baj, hogy csúper.
4 óra korán kell, és... Az szép. Megúrtam a vezetést, látom a robotnak. Ez a kígyó, ja? Megúrtam a vezetést, azt mondtad a robotnak, jelzi? Ja. Ja, megúrtam, átadom a robotnak. Üres. Üres. Hát... Ez bírja ez a... Bírja ez a Truckstar kormány? Hát nem tudja, franc. Üres. Szerintem. Tessék? Itt egy gépmenet elő szembe velem. Na. Erre fele jön akkor? Faszom. Akkor azt is, az meg félreteszem ide a háromra. Valamelyik őjük hagy szívja. Azt látom, hogy ha beállítja az ember a tempomatot 8 óra, akkor még 78-an megy. Ember a pályán. Ennyi. Szerusz Horváth József, közöllek. Igen. Na. Lézi be valami úriember Ádám van. Köszönöm a megosztást Horváth úrnak. Találkozunk nem sokára Ádám B-vel. Remélem kivisz megint a bajzébe, a kacskaringóba. Mondjuk nem valószínű, mert zöld a jelző. Szári valami valaki. Akkor egyenesbe visz valószínűleg. Ja nem, mert már azon a vágányom vagyok, akkor jó. Csalinkázunk megint egy jó darányú. Száriba van valaki. Zabkovicével eldobta az agyát a bot. Általi forró. Hát lehetne, ha behozni a késés, hogyha nem jó szprast lenne a vonat, meg nem forró. Nem lehet azért sokat behozni. Hát üres szerintem, olyan jó is tudja. Szeres vagon egyébként, mert nem szeres, bármit lehetne benne videni. Ahogy nézem, ez a padló izott csak. Nincs benne semmi, ez üres. Üres kocsik. Hát majd raknak bele rakományt is, persze, de mondom, hogy nagyon béta tesz még ez a játék. Ilyen apróságok nem számítanak, hogy mi van a vagomban, meg mi nincs. Ez is ritka látvány. Micsoda? Gépmenet miatt félre rakja az IC-t. Ezt ahogy csinálta meg, passz meg. Ez igazi, hozzá.
Nem, úgy megint elküldtem szüttyöket. Ádám, valamit mondana. Nem hallom Ádám. Micsoda? Meg kellett valahol állnom. Nem írt semmit. Hol kellett volna megállnom? Drive through van csak. Napot. Most elvarém, úgyhogy nem figyeltem annyira, de... De nem láttam semmit. Hol meg kell állni, nem írtam. Mindegy. Te csináltad messze a vonatot? Vagy valamelyik őtök? Glazier szélét miért kellett... hol kellett volna megállni? Hát mivel vagy? Hát te elrúgattad, de nincs megállni, drive-through van Glazier. Nincs semmi, ami azt jelenti, hogy kellett volna valahol állnom. Majd visszanézem a streamet, legfeljebb kíváncsi vagyok. Nem tudom. Ugye megnézem, hogy hol tart a stream köbö. Egy óra, két, vöröset kaptál, egy óra két perc. Nem, hát nézem folyamatosan. Nem, a vörös visszatesz. Engedett tovább. Csak kiírt van mi ezzel pont levonás, mert nem álltam meg valami, mint ami jól. Ja nem, az rádió. Mi? Rádió, nem jó helyen van. De 1000 minusz, de jó helyen a rádió egyébként. Nem, hát, nem, nem látom csak pillanat, hogy áthajtottam valahol. Ja. Csak most nem bírok, ugye, nem bírom megnézni, mert vissza kéne ugye. Ez meg kéne volna állni. Megy a stráv. Megy. Megy. De hát már ideben is csúnyán beszéltek a belső cseten, úgyhogy mindegy, mert most abszolút tudom. Aztán. Mindjárt jövök, Recó, eszek egy halatot. Jó, egyén nyugodtam. Jó van, érkezek. Rohanok, szaladok. Éjjel érkezem. Fára, kéget, aggyal. De úgy gyere, mint ahogy éjjel. Vonat nem késik. Csak későn jön. Így van ott a kár. Te meg eltűntél mindenhova, úgyhogy érezd magad alaposan letolva. De üdvözöllek, mint Gonzort. Hát azért, mert... Igen, azért, hogy nincs, hogy várkaput akartam mondani. Ezt mikor meghallottam? Nem a mozdony gyenge, József, a mögötte van az a nehéz. Tehát a mozdony az... Fú, nem tudom. 7000 ló erős, körülbelül, vagy 7500. Mennyi az itt raksz, nem tudjátok fejbe? Olyasmi lehet. A Taurus is kb. 7500-es azt hiszem. Vagy kilóvatban annyi, akkor még több. Utána kell néznem, nem jött napra Kisztrax műszaki adataiból. Itt is át kell haladnom. 40-es lesz a ezért, úgyhogy fékezünk egy kicsikét. 60 a sebességünk. Valamint fél kilométerbe fékezni. Valószínűleg ott is fogunk egyet kanyarogni majd. Jaj, remélem itt megint átrak a legbaloldali vágányra. Az ezt majd szerintem. Nézzél át, hogy mi van mögötte. József, azért... Itt ki... Merre visz? Látom. Itt egyből kitérjük be vissza. Mindegy. Ott akkor bevitt engem amarra a másik oldalra, azt úgy hozott vissza. De ez is látványos lesz majd itt, ahogy így. Eddig vissza, csak eddig. Nem megy ki vissza teljesen. Még jobban ki. Itt a legszélső vágányon visz majd a Z-be. Oké, kirakni a Z-be, aztán ki kell ezt ott kezelni. Még mindig abot van. Na, ezért ilyen, József, ezért gyorsul ilyen gyengén. Mert van összesen 4 tengelye, 8 kerékkel, ami egy indurka-pindurkát tapad a sinen,
és hogy ne kaparjon el, nem is lehet neki nyilgázt adni, mert ugye nehéz, ami mögötte van, és csak elkaparna. Itt van, ez egy vörös jelző, nagyon messze van. Na most ér be a vége. Van. Van egy pár kocs utána, igen, van. De mit gáztam? Hát, Traxból még nem. Traxot még nem is vezettem, szerintem. Azt nem, csak Tauruszt. De azt hiszem egyszer voltam már fel vezető alásán, csak akkor nem vezettem. Jöttem hazafelé, sokan voltak a vonatban, aztán föl mentem a mozdonyra. Hoztam, mert már csak 9 perc kés és 12-ben vettem át, vagy hogy... Itt van Tiszi, de nem, most... Ti hallottátok Tiszit? Mondja, lát, fölvillant ahhoz, hogy nem mondott egy szót sem. Akkor 40, következő 40, mert fölvillant a izért. Hát nem lehet, 80 lesz, akkor nem 40, csak lassít, 80-as váltók lesznek. Nem csak ide, már másodjára jött, hogy valaki beszélt, és csak fölvillant a szürke hangszoróval, és semmi. Valamikor messze vagy, és azért nem. Bolt jön szembe, őre kocsikkal. Azért ez komoly pályaudvar, he. Azt a védelit. Párvágány. Váltom a 40-nel. Vár. Szervusz, Dynamo! Üdvözöllek, mint szponzor! Kapaszkodj, jövök! Itt mellettem? Mindjárt ott vagyok. Na, látom. Kívülről nézem. Elhasított mellettem. Kollega,
megint kiírta, hogy áthaladtam megállás nélkül. Az igen. De ott van egy drive-thru, ez a zavelé, mitől van, megint le volt 1000 pontot valamiért. Nem tudom, hogy különösen érdekelne, de inkább az érdekel, hogy mi a gondja. Ez nálunk például olyat csinált, mikor feljöttünk, alig, hogy kiadták, hogy... Hát ugye alig, hogy megjelent. De ezt ki kell nyomozni, mert megint valahogy kiírta. Figyelj, az alsó vonalon például levonja azért, mert nem váltasz rádiót. De nincs is állomás, hogy kivel tudsz beszélni. Jó, mindegy, de az csak épp, hogy von le. Nem, az is egy ezrest von le. Igen? Az csak száll, tized szokott. Az alsón ezret vont eleinte. És nem értettük, hogy mire, amikor ugye az alsó vonalon nincs úgymond diszpécser, tehát nem is tudsz velük beszélni. És levonta. Mert hogy rossz rádió. Izén vagy, sávon vagy. Lassan meg azt a vizsgát, lassan, igen, igen. Szervusz, Szigeti Endre, üdvözöllek. Merre vagytok már? Hát... mindjárt, hol vagyunk? Ez a Zaber, ilyen, mit tudom, ez a felső vége. Azt hiszem, itt van vége a felső pályának. Mondjuk, amelyikben szágul, azt nem vagy messze a megállástól. Hát, 40-re lehet menni. Jó, hát 80-ra lehet menni, de ettől jelzőtől, mert 40. Előre kell kicsit gondolkodni, hogy... mennyivel megy az ember, mert sok értelme nem lehet volna, mert gyorsítani meg fékezni. Ilyen rövid távon, itt megint kitérőbe megyünk. Kacska ringózik megint a vonat egy picit. Ha mondjuk kitérőbe, akkor miért váltott, miért kell egyben elmenni, na mindegy. Később kell, hát itt te. Itt, ja, itt visszállt a másik oldalra szerintem. Igen, ez angol, ez kitérőbe áll. Nem lehet teljesen kivenni, de kitérőbe állt. És akkor ezt be fogod vinni egész a túloldalra. És kokszott, mert a ív megfogja. Megint balra, megint jobbra, megint balra, most nem viszát nem. Akkor csak irányít. Pedig vagy még itt? Hát miért elmenjek el? Balázs vagy. Miért kérdezed? Piros volt, most láttam. Milyen piros volt? Mi volt piros? Attila. Tehát meg kívülről nézve nem látszott van. Így van, Bakter. Vágjál vissza. Kérdezted? Nem is kérdem a végén. Hát, már hogy itt? Hát nem tudom meddig. Vonatozni szerintem nagyjából 9-ig fogok. Aztán greenhell leszünk, aztán este, hogy leszek, vagy nem leszek az attól függ. Mennyire leszek top, mert holnap megyek melózni, ezt most nem kéne hajni kettőig játszani. Van egy kisiklás van a játékban? Van. Csak nem, grafikailag nincs megoldva. De múltkor sikerült, mert csetet néztem, azt benéztem a jelzőt, azt a kitérőbe beszálltam 110-zel, az nem szerette. Csak 3, igen, ide, persze. Amúgy, ha ügyes vagy, akkor ki tudod siklatni, úgyhogy leszáll a kocsi a sírről. Ez hogy? Nem tudom, egy pár embernek már sikerült, ma is néztem DC-n vagy Discordon, Szitrélnek a akkor képén, hogy ezért csinált a képernyőmentést. Mozdony kisiklott, a mozdony utáni első kocsi meg kim volt mellette bal oldalon. Ja, nem, akkor kapar. Arra kíváncsi vagyok, hogy hol kellett volna megállni, mert biztos nem lámpa volt, ez figyelem. Nem jelző volt. Nem tudom, miért fele. Meg hogyha akkor nem állsz meg a vörösnél, akkor visszadom. De amúgy elvileg nem vonám le semmit se. Tehát az szerintem csak bug még. Vagy majd lehet a későbbiekbe. Lábom. Megnézem a kiértékelésnél, hátra mutatja. Ott esett, megmutatja. Nem vagyok benne biztos.
Elés jó kis vonat itt, ami szembe jön velem. Azt a kutya fáját! Még mindig megy. Pedig 80-on megyek el mellett, meg az is megy, hogy 80-on. Na itt, a vége mindjárt, most lett vége. Nem tudom, még a hosszabb, nem lehet látni átrafele. Hát még az enyém se rövid. Tudja fenn azt, hogy megnézem. Hanyas számú vonat volt ez? Azt mondja, hogy... 44, 70, 69. Csubák. Csubák? Jaj, le fog vágni. Ne csubákolj. Oké. Lehet, hogy beleugrok abba mindjárt. Itt van még aki az útvár mozdot kértek, mert akkor az ő kedvéért beleugrok még akkor egy olyan fokozatkapcsolós csodába is. Ha nincs már itt, akkor nem jelentkezik, akkor lehet, hogy beleugrok a magazonatba, az is jól néz ki. Vagy hát nem tudom, lehet a személy volt és lehetne menni végül is már lassan. Hosszú még az út. Lehet, hát mindjárt vége van. Szerintem, úgy emlékszem, vagy nem tudom, szóval hol megyünk ezzel. Ja nem, még ezzel tovább megy. Ja nem, szerintem itt már vége. Itt már vége szokott lenni, nem ennél a Zavies RC-nél, nem? Hát még utána van a három mai állomásod balra. De ez végig is megy? Hát a három állomásig igen. Utána dob ki. Látjuk. Lesz hát, majd greenhellezni fogunk 9-től, hát 11-ig maximum szerintem, mert aztán úgyis megy. Aztán majd látom, hogy mindenki állok-e fecázni, vagy vonatozni. Vagy aludni. Nem tudom, aludni kéne inkább. Eszem az súgja, de persze úgyse fogom betartani. Aludni? Normális? De akkor nincs itt már a régi mozdony követelő úr? Nem tudom, már ki volt, nem emlékszek rá, mert akkor nem foglalkozok vele. Nem szeretnétek azt. Egy nap, ami volt, fájt a fejem, azt lefeküdtem délután aludni. Úgyhogy most kicsit előnyben vagyok. Kis nem, bele túltoltam mostanában, az kicsit belemutom a pecába. Még most viszonylag miután játszottam, hogy kétszer romá fogtam magam, lobog a szalmonokból, de hát akkor jó idő volt rá. Hűs is volt, meg csapadékos, ködös, felhős, esős, meg egyéb. De tudja a franc. Vasútnál se kanyar, se piros nincs. Hát ja, de most hiába mondok szaknyelvet, akkor nem biztos, hogy mindenki. Szóval akkor kellett volna átmennem, mert azért 20-16. Ma 8 percet korábban vagyok el, hogy csináltam? De még 12 percet átlébb voltam. Valahol úgy látszik, állni kellett volna. Nekem rossz volt, mert ebben a hidegben cseréltünk betonaljat, de jó, lefagytuk. Ajjaj. Ez elég vacak időjárás van most ilyenkor. Lehet, hogy akkor már inkább a tűző nap, mint ilyenkor a hidegben. Már az se jó nyilván. És ez rám vonatkozik, nem hiszem, nem tudom a pénzt urát, az ő biztos. Ebben nem ez vonatkozik rám. Nem tudja a lengyereknél, hogy van. Befejezem, szerintem 50 fölé megyek szintileg. Hát jó, hogy álltok ezzel. Ez pár napja van meg a játék. Ha
Majd a szép reggel, addig így van, Dinamo. Nagy kölizsány cseréltétek ajt. Ajjaj. Meg megyünk Marcaliba. Mi az a nagy kék Ü betű? De megnyomnám, ez csak így visszajelzem ő nyomni. Aki gőze nincs. Na, ugye nem magyar feliratozású mozdony így. Ugye arról sem. Na, itt a vége, most elvére. Na nézzük azt a izét. Mi volt az a nem megállás, hogy mit tudom, micsoda. Azt, hogy a driving through the station without stopping. Átmentem valami állomáson megállás nélkül. De nem volt megállásom. Tehát ott az volt, hogy drive through. Jó, nem dudáltam egyszer. Itt volt a másik, ahol nem álltam meg. Igazából nem értem. 20 óra 7-kor volt, az meg 19:57-kor. De most kivék a filmről, azt megnézem, hogy visszanézzük, mi lehetett a dolog. Mikor volt? Egy óra, pár perckor volt az egyik. Mondjuk az, hogy nem tudom így megnézni, mert nem azt mutatja. Itt volt volna ezen a részen. Azt hiszem. Hol vagyok most? Azt hamarabb megtalálom szerintem. Ez a csalinkázós résznél volt, ahol elkerültem. Na, itt van. Na, nézzétek csak. Ezt kirakom így fullba. És akkor itt... ennyi berakom nagyobb, hogy az látszon. Na, van itt vizé. Itt. Na, most engem duplán látok, de ez nagyon jó lesz. Mindjárt bekosom a hangot is. Hát, hogy itt írja ki. Micsoda? Nézel a streamet? Nem... Penge. Én látom. A streamet látod? Ez csak közelítek egy állomáshoz. Itt van fönt, hogy drive through, ezen az vackon. Látod? Nem hallom el. Aha. Vmax, stb. Ezt így elmegyek a peron mellett, ezt kiírja. Látod? Nézem. Meket lóval áll. Wow. Nem ír sem. Az igen. Láttad? Szerintem csak bugos, mert amúgy nem, tehát nem is értem ezt a pontozást, mert Isten igazából semmit nem ért. Azért mondom, hogy én nem láttam ott, és ezt kétszer eljátszottak. Hogy ezzel vonattal vigyázni kell. Ó, melyik volt ez a másik vonat? Amit akartam csípni. Mert az Oldvar... Vagy megyek Oldvar mozdonyra? Valamit akkor írjatok. Szervusz, Gyuszi! Én szűkébe szeretett berakni, az jó? Régi... Ah, van Attila, akkor most még régi fajta vonattal. Mert előbb kérdeztem, hogy itt vagy-e. De nem feleltetek, mert tényleg te voltál Attila. Na mindjárt nyomunk, akkor az csattogni fog, mint az ég haragja.
Személy vagy gyors vonat vagy teher? Mint a barkóbáznak a vasutasok ugyebár. Személy? Nem, akkor teher. Ez még hosszú, 1 óra 10 perc van hátra. Ez jó, ez csak 28 perc, ez is teher vonat. Belenézünk. Akkor kapaszkodj Attila, ez a te kedvedért megy. Leveletem egy párszor a túláramot. Éppen megáll a vörösnél, azt megvárjuk, mit viszünk egyébként. Nyitott kocsikat, nem is keveset. Ójjaj. Ott egy másik tehervonat. Tehervonat találkozóban. Van valami az a kézifék. A közömelték, úgy látom. Ismerős, ez ugyanoda megy, ugyanaz a vonat. Na, nem jó, én a csatornán nézik. Ez egy a kettes. Ja. Így ugyanaz, itt mentem az előbb is. Csak a másik vonattal, ez lehet ugyanaz a vonat akkor. Csak másik mozdony. Megint kapom majd a mínusz érzetni. Nem az, amit túl vagyok szerintem, bár efele tudja, hol volt. Oh, ott ment egy gyorsabb vonat. Három kocsival. Ebben vannak, nincs még semmi Attila, ez még egy nagyon béta. De lesznek benne a más nem módként, mert modolható a játék. A hangok azok, köszi, nagyon. Én benéztem, mert ez a sárga, azt hittem az emberős jelző az előbb után, szóval egyen alig közben. Dehogy nincs, azzal mentem legelőbb. József, az IC-vel, vagy mit tudom. IC-vel, vagy nem tudom, mire gondolsz, az Ice-ra vagy a Intercity-re. Hoppá, lerugettem a túláram védelmet. Pedig nem is volt, hogy nagyon hamar körtüzes lett, nem is volt, alig volt a felénél túl a 3000 amper felé, nem nagyon szabad vinni, mert berugatja. Szóval ez még egy nagyon beta tesztes játék Attila, tehát nagyon egy két vonal van rajta, meg egy összekötetés a kettő között, de igazából ott szerintem az összekötetésen, az át lehet menni, nem megyek, tudod, a Psyribben van egy olyan, azért, hogy a másik vonalról is jön át valami vonat. De nem látom, hogy ott most közlekednének. Mindegy. Lényeg az, hogy ez csak egy ilyen nagyon elején levő játék, de potenciál a csillagos ég. Ugye van benne szerkesztő is, csak nem aktív, ezért gyanítom, hogy lehet benne majd bódolni. És akkor minden kisebb közösség meg tudja magának csinálni a saját gépegységeit. Pálya hálózatát, vagy pedig az is elképzelhető, mert ez az online térképen rajta van az egész európai pálya hálózat is kizárva. Még csinálják magyar útot, csak hát nem tudom. Mondjuk magyar szerver van, ez biztató, de nem hiszem, hogy magyar terület lesz az elsődleges frekventált terület. Majd kiderül.
A teherbontozás ez nem annyira mozgalmas, de viszont látványos. Nem csak a hangok, ám gyuszi, hanem a mozgása is a járműnek, akkor kitérőbe bemegyek, az billeg az egész jármű, meg bólogat, meg mindent csinál. Azért viszonylag jó ki van dolgozva a mozdony megjelenése is, minden részlet. Nem kell söntölni ezt a termozót szerintem. Töklik. Milyen barackol csomag bakterünk nem jutnak. Hátra is szabad lesz, míg odaérünk az a vörös jelző. Ja, jobb barack, oké. Okay. Toljuk már, nem megy, megy ez, csak vörös a jelző, az nem sétek. Hát most hívve meglassult egy kicsit. Ah. Köt, megy. Húzok rajta egy kicsit. Ó, aki le is rúgta. Nagyon az elején volt. Még a sáv. Feszült az ívvel, valószínűleg. Nem bírja, mi lesz velünk? Azért. Lerúgja. Itt maradunk! Rendőrbőket van átjönni nyilván. Na, az faza. Olyan elnézést. Mi lesz velünk, bakter? Beragadtunk az ívbe. Na, elindult. Ennyi volt. Feszül a vonat. Húzzad! Húzzad! Na még egyet? 500 amper. 1000-ig bűnöt kéne kola. Na még egyet? 500. Na, 500. 600. Ah, azt már nem bírja. Becoljok. Oh, itt vagy, penge. Igen, nincs itt, de mondjad. Mindegy. A Szili utánzatta, nem tudom milyen mozdony ez, beszorultam az ívbe és nem megy. Tehát ha... Az, igen. 500 amperig, 600 rakom, akkor lenyomja a túláramot, egyébként nem értem miért.
500 amperrel meg éppen meg kell mozdítani. Tehát úgy, hogy szerintem 0,03 km körül a sebességgel húzom át az íven a járművet. Most a vonatot. Nézd a streamet? Ja, látom. Látod? Még egy nyomok neki, most kicsit már lehet, hogy egyet nyomta neki 600-ig fölvitt az áramot, az lerúgta a túláramot. Az szép. Nem bírja húzni. Ezért nem szabad megállni. Merjék nyomni még egy pozíciót? Most már levent 500 alá. Mávas kollégák mindjárt megtolják hátulat, lehet? Hidd a baktert, hogy nem megy, így van. Baktert, gyere, told meg hátulról. Hú, az meleg volt így, de mindegy, szóval... Hát 489 amper. Hát lökjek egyet, akkor megint megállok. 488 amper. Nem merek rá egyet rárakni, mert akkor megint lökjön. Toljátok! Itt valami hiba van szerintem, mert nem így kéne menni. Nem gyenge ez a mozzai ennyire. Meg nem hisz, hogy be van szimulálva, hogy befeszül az ívbe. Visszaadjam a botnak, megnézzem, mit csinál. Még nincs behúzva semmilyen fény. Oxoro, homokolónak hívják, nem megy. De nem az a baj, nem elkapar a vonatra, egyszerűen nem bírja árammal. Kér még egy mozdonyt, ami meg húz téged, hát lehet, hogy az kéne. Na, lökök egyet, az kiderül. De már kettővel megyek, tehát azért halad ez. Na, ki bírta? 526 amper. Tépjed, tépjed! Akkor lemegy 500 alá, adok neki még egy pozíciót. Meg harcsöntött. Na, gyerünk! Gyerünk! Hát négyjel megyek, te! Alad ez! Jaj, nem kell homokolni. Nem azt jelenti, hogy nem bírja az... Nem tudom, 1000 amperig felszoktam engedni, az 500, 600 már nem bírja. Nem kapar rá, tud. Még egy pozíció. Öttel megyek. Majd csak behúzza a végét. Úgyis vörös a jelző mindig. Még egyet. Már meg 500 element. És már lehet jobban adagolni neki. Már 6-tal megyek. 7-tel. 28-as fokozat, csak egy motort használ, azért 600-nál, mely hülyeség ez. Meg ötel jönnek, nem tudom. Nem. Hát jönnek, de egy nagy vágány van, hogy nem hiszem, hogy ezzel most bárkit is feltartok. Ja, tényleg az... Milliárd, a két zöld fokozat az mi bennem? Itt van egy zöld, meg két zöld. Utána kapcsolja a másik motor, vagy hogy van akkor. De kitaláltak ezt a baromságot, hogy egy vonatú motorral megy. Na, meddig csattognak a sinek, lassan megyek aludni? Hát, 9-kor váltunk. Játékot azt beszéltem Lizzlerrel. De te úgyis azt mondtam, hogy most nem aludni, úgyhogy... Ahogy gondolod? Na, megkaptam a zöldet, úgyhogy... Eset a sárgát. Húzzad Jenő. Most már kijött az ívből nyilván. Na, egyenesben van, most már jó. Most már lehet adagolni neki. Gyorsulni is fog. Söntnek hívják, de nem az a gond. Csak az, mi az? Söntölni most is tudom, nem? Ott a sönt. Most is tudom söntölni. Nem csak van a, valamelyik néha ott a... Közepe táján, ott van, ez az, van itt egy zöld. És akkor visszamegy a vonó erő is, meg látod? Hogy ez micsoda? Mert nem tudom, mert ma, szintiben nincs ilyen.
látod? Aztán küldöd tovább, akkor megy tovább. Ahogy is, ez is bíz söntölni, ne hűlsz, bármikor rúgsz. Az nem az. Azt úgy szokták általában, hogy a söntöt azt akkor szokták, amikor ugye már gyors, elfogy a pozíció, az utána még a söntöt ráküldik. V Max, ez V 80-as, egy... Ottok ár! Köszönöm a csillagokat! Írtam előtte valamit? Jelent nem küldtem itt semmit. Most már 900-ig engedi. Ez tímes, igen, Gyuszi. Kacskoringóztatám? Azt... Vagy feszüljön be az ívbe! Most meg ne álljunk! Azt a mindenit! Erről mások előtt 15, akkor boldog színapot kimenek utólag. A szemecske. Na, kijött. Na, megkaptam 1000 fotót, mert nem állta meg, van lücsisi tálomás. Úgyhogy, tudom, hogy nagyon bagos ez a termat ide fönn. Megint túl is a jelző. Remélem, most már egyenesbe lesz a vonat. Való 11-es volt, amikor rátaláltál. Hát, jó régen itt vagy már. Gyermek, hiszen ez nem kell innom. Ja, még küld... Jó, van mangom. Ez hidratálom. Magam. Úgyhogy egészségedre ottok át. Nem most látom, hogy pótoltál. Ajaj, neki meg fogok állni. Mindjárt jön, nem, itt egy Discordban mondani, hogy nem. Csak lassú, basszus. Meg egy zsívbe. Persze a mangomániát, négy férfi, azt igyál rendesen, azok még egy mangóz. Mire gondolsz? Vezetés közben nem alkoholizál. Vagy igen? Na, igen, nem tudom, mi a fele van már, hát nem, de egyenes, nincs sem ezért, a vége, nem csak a váltó. Egyenesben van, hogy ezért az jó, így fele, hogy annyira váltó körzet legyen. Megy ez már. Vezetés közben vezetés, vagy vezetés közben így áll. Így. Magyarul tokár, akkor mit? Ha már ennyire követelőző van. Van mangó, meg cappuccino. Van vanília, karamell, tutti frutti, rózsdió és kávé. Pisztácia, kifogyott csokoládé nem is volt. Ami 40% plusz, akkor mondjuk legyen egy kis tiszta csokoládé, kis pisztáciával. Most már mehet 1000 amperit. Kis Solt Gábor, köszönöm a megosztást! Nincs benne szürke, ezt megítottad rá a múltkor. Nem emlékszel rá?
Itt a raksz könnyebben húzta, itt nem vagyok. Most nem szabad elvenni a gázt. Utána ilyen erdei gyümölcsös van. Csak elő kéne keresnem, mert ezt régen nem kellett. Senki, hogy viszont is vezet, egészséged adtok el. Csak nagyon jönnek szondázat most már. Becsipott. Megfogom is már 8 vonnal. Utána égetünk. Halljátok, halljátok, hogy nyomjuk. Ez a max az van, hogy Gábortól hallom a hangot, de az én benne hajom. De halljátok, nem? Hallatszik, amit mondtok meg. Ó, BS-en úgy néz ki az látom. És még lassú, betajok! Ez hogy? Akkor ottok állom, és már többet hittem, mint kellett volna ezek szerint. Hát mi lesz velünk? Miért nem megy? Lassul. Van itt valaki Discordon? Ó, Discordon valaki. Arra van némi tornácunk. Hát most akkor mi van? Visszajuk a boltnak, kíváncsi, hogy mit csinál. Ő még elindul, de hogy csinál? De mi a fene van?
Hogy bug valami van? Hát hogy, hogy nincs? Ottal megy, nekem már nem. Gyorsul vagy, de nem gyengek én. Kapcsolj vissza egy róla, persze. Nem, pörög ki a kereke. Akkor miért pörög neki? Szeret pörög a kereke? Nézzél már rá. Nem pörög. Hát ott van az összejárulés, hogy megy pögy. Pögy, 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 ez sem pörög. Próbáltok homokolni, de szerintem nem pörök ki a kereket. Akkor homokolom. Akkor van ezen a homokolom. Sok 50-ről 0-ra, sönt 6-ból, akkor pörgött, most valóban nem, azt nem figyeltem. Mondjuk akkor nem néztem meg kívülről, nem kellett volna egy pörögjön. Nincs valami visszajelzés, hogy pörögök egy védel a pont. Most lassan nézzük meg. Tudja a franc. Nem jól látszik. Mondjuk ott lehetne látni, hogy visszaesik esetleg az áram. Most is lassú. Sötétedik, már nem látszik. Most biztos nem pörög. Nem lehet látni, mert már gyorsan vagy ahhoz. Passz, mindegy. Nincsen Attila, ez a pár mozdony van még, nagyon-nagyon korai hozzáférés a játék, néhány funkciója van még meg az összesből. Nem látszik, amikor a bot vezető, hogy milyen pozíciót használ, meg hogy csinálja.
tekérted Attila ezt az ótvart. Most már tűrjél. Traxxal nem volt ilyen gond. Figyelj, most visszavette, hogy biztos nem pörög, de lassú. Most húzod. Nem igazán értem, nem tudom, hogy honnan, mikor kipörögne, akkor elmegyek a sebességmutatónak, és el kéne pörögni. Viszontom. Ott akár. Köszönöm szépen. El kell érezni, hogy mikor pörög el, meg mikor tapad. Még csak egy kilométerről lehet figyelem, hogy gyorsul vagy lassú. Most gyorsul, úgyhogy most viszonylag el van kapva az item. Most kicsit ingadozik az áram. Ez így elkapart. Most jó, stabil. Tempót megyünk nagy nehezen. Na, írjatok majd egy spoot, Prisoner rá bírtok írni? Lassan jöjjön, majd megyek mindjárt ezzel valahogy leviszem, aztán én is megyek. És akkor már belőle elmehetlek egy pár perc. Lerugattam magamat, ez is lehetőségek van. Itt vagyok. Ugye fel lehet, hogy mikor van neki vége? Nem is kóra van vége. Katowice-be megyek, hát akkor az még sokan lesz vége. Katowice-be nem is arra megyek. Ugyan ez. Basz. 9-kor lesz lemente, de hát, hogy akkor szabba hagyom. Mert nem látom azt, hogy azt ír, hogy Katowice, valami Katowice-be megyek. De hát az hol? Nem is arra megyek, éjszakra megyek. Katowice meg lehet van. Basz. Na, szerintem még lényeglezni, mert többiek valósan várnak. És lefejezem, nem fogom tudni ezt végigvinni, mert én szerintem ez még nagyon messze van. De azt nem tudom, hogy miért éjszaka még, mikor délre van Katowice. Katowice múl. Ja, lehet, hogy onnan indult. Ja, ha ide megy az a bűzlóban, miért pedig ide.
Ért a lizőre, oké. Windows, hol megyünk közben? Windows. Windows, itt van Windows. Megvárjuk át, most végre lesz már. Góra, Windows, ez nem az. Na, vége van, pont jó. Ötvenes szintű lett a karakter sok levonás ellenére, ami igazságtalanul vontak le tőle. Na, jó, mert akkor köszönöm szépen a figyelmet, akkor ennyi volt a vonatkozás egyelőre, azt, hogy este lesz még, azt nem tudom. De most menni fogunk greenhelezni az urakkal, aztán reméljük, hogy nem hagyjuk ott a fogunkat a zöldben. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, itt voltatok, legyetek jók, és találkozunk legközelebb is. Lezzek mindenkit, sziasztok!